Hát itt vagyunk ismét a King Bates horgászboltban Tari Istvánnal, akivel a múltkorában a etetőanyagokról beszélgettünk, az új szériát mutatta be, ami megújult, ez a Premium Carp széria. Viszont én láttam már akkor is, hogy nagyon sok csali is van itt a polcon. Kérlek István, hogy mutasd be ezeket a csalikat, hogy mit kell a King Batesnek a csaliairól tudni. Hát igen, a csali kínálatunk elég terjedelmes. A legfelkapottabb csalink a Balancet széria. Ez 8 mm-es, 6 mm-es, 5 mm-es méretekben volt eddig a horgászok részére elérhető. Kaptunk visszajelzést a doboz miatt, hogy nagyon nehéz kivenni a csalikat, főleg versenyen ez problémát okoz. Éppen ezért kitaláltunk egy újfajta dobozt, ami egy három rekeszre bontott tulajdonképpen, és ebbe sikerült úgymond bele illeszteni a különféle színekben a új termékeket, tudatosan, hogy könnyebb legyen a csaliknak a hozzáférés. Reméljük, hogy tetszeni fog a horgászoknak. Ez egy meglévő csalink, egy oldódó lebegő csali, ami 10 mm-es méretben volt eddig kapható. Egy ilyen csomagolásba, ahol minden szín egy dobozba volt összekeverve. Most ez megváltozott. Kialakítottunk egy 8 mm-es változatot is, ez is a visszajelzésekre való reakció. Kisebb a mérete, nem kell annyit várni az oldódással, hogyha kisebb csalira van szükség. Ezen felül, ami újítás az idei évben, hogy háromféle formájú és háromféle színvariációjú csali lett ebbe a új dobozba belehelyezve. Van benne egy 6-os hordóformájú dumbbell, egy nagyobb és egy 8 mm-es golyó. Ez szintén variációs lehetőségeket biztosít a horgászok számára, hogy a formákkal is lehessen játszani a versenyeken vagy a egyéb horgászatokon. Ez ugyanez a csali, van egy nagyobb változatban is, ami még nagyobb, szintén egy még nagyobbnak nevezhető peletforma és egy 10 mm-es golyóforma. A következő csalink, ami teljesen új, idei évi újdonság, ennek a fantázia neve egy oldódó Balancet Fader Ball nevezetű, ami a csali formájára utal, ilyen az amerikai foci labda formája van. Ez oldódik, ki van balanszírozva, tehát a megfelelő horog és tüske összsúlya szükséges ahhoz, hogy kifejtse azokat az előnyöket, ami a pop-up és a wafter csaliktól megkülönbözteti. Én ezt tartom a követendő útnak, első perctől így próbáljuk a csalikat gyártani. A wafters és a pop-up között van a felhajtó erő, és minden egyes csalit úgy a legjobb használni, hogyha a felhajtó erőhöz megfelelő összsúlyú horog és tüske összsúlyú horog szerkezet. Éppen ezért sokkal úgymond attraktívabb mozgás van, mint egy wafternél, mert van egy kis felhajtó erő, amit visszatart a horog és a tüske súlya. Tehát ha mellé szív a hal, akkor is jobban mozog, nem annyira lusta, mint egy wafter, viszont nem annyira nagy a felhajtó ereje, mint egy pop-upnak, hogy külön súlyozni kell a előkét ahhoz, hogy egyáltalán a vízréteg megfelelő magasságába kerüljön. Ezt majd lehet látni, hogy minden egyes csali úgy fog mindegyik csali a megfelelő horoggal és tüskével állni, ahogy a legelvárhatóbb ennél a metód módszernél. A következő újdonságunk, ami egy visszatérés a rég múltba, mert ez nekünk egy nagyon erős vonalunk volt, ezelőtt egy 10 évvel, oldódó, peletformájú csalik tulajdonképpen, különböző színbe, azonos ízesítésbe, itt lehet játszani a színekkel, hogyha szükséges, ez ilyen nagypontos versenyeken tett nekem nagyon sok szolgálatot, nagyon sok jó eredményt, meg másoknak is, akik ismerik a régmúlt időkből, most visszahoztuk újra. Ez 6 féle ízesítésben kerül a horgászok elé, ez épp egy mangós. Elkészítettünk egy úgynevezett ízesített halibut mixet is, ami Koppens peletekből halibut, red halibut 15-ös, black halibut 15-ös, és a
kettőnek a keveréke, Red és Black Halibut, 8-as méretbe. Ezek furt Koppensz pelletek, ezt mindenki ismeri, vagy legalábbis nagyjából úgy gondolom, hogy a horgászok nagy többsége ismeri. Ezek vannak ízesítve, úgy gondoltuk, hogy ez is egy olyan lehetőség, amivel tudunk a horgászoknak kedveskedni, hogy különféle ízesítésű furt halibut pelleteket. Egyébként a halibuttal történő horgászat elég népszerű. Ez van fokhagyma, máj, halibut, vajsav és krilles ízesítésben. Igazából jelen állás szerint ezek a újdonságok a csalivonalon természetesen ugyanúgy megvannak a pop-upjaink, 12-es és 15-ös méretben, ez ennek nagyon-nagyon magas felhajtó ereje van, tehát zéges horgászatra tökéletesen kiváló, itt a hasznosi vizen 6-8 méterekre fölhúzza az előkét, úgyhogy csak a bedobás nehéz vele, igazából a dolgát teszi, és tudja. Egy igény volt felénk, a 5-ös pelletek ízesítetlen natur változatba, ezt a versenyzők kérték, ezt is teljesítettük a tavalyi év végén, háromféle színben, pink, sárga és narancs színekben. A 8 mm-es balanszed, ez a zászlós hajó, ez teljes palettán továbbra is elérhető lesz. Vannak a pelletformájú balanszed csaliaink, 6-os, 10-es méretben, ami szintén nagy sikereknek örvend, jó bevált régi csali. Vannak a pácolt mikro tigris magyaró csaliaink, ami bizonyos helyeken, törpésvizeken, vagy olyan helyen, ahol szereti a hal a tigris magyarót, rá van szoktatva, nagyon jó működik. Ez kimondottan ilyen mikro tigris magyaró van pácolva, ízesítve. Van még amit kifelejtettem, majdnem a Fishix, ez egy puha, horogra tűzhető csalink, ami sötét, barna, feketés színben létezik. Van egy tábor, aki nagyon szereti, de a színes az egyértelműen népszerűbb a horgászok körében.